Hát sziasztok, köszöntök mindenkit. Ja, az év vége felé közeledve. Most úgy döntöttem, hogy még egy témát előveszek, amiről így elmondom a véleményemet, pár jó tanácsot adok ezzel kapcsolatban. Ez pedig az albérletek. Na, hát sajnos nekem így aktuálissá vált az, hogy albérletet keressek, egy albérletet nézegessek. Azóta már ugyan találtam, de azért egyszer-kétszer eléggé furcsa dologba futottam bele, az albérleteket kerestem. És ezzel kapcsolatban fogom majd a véleményemet elmondani, meg a pár jó tanácsot így a tapasztalatok alapján. Na most, hát azt kell mondanom, sajnos, hogy eléggé felmentek az albérlet árak. Legalábbis én ezt tapasztaltam így most a koronavírus idején is. Tehát az ellenkező hatás történt, mint aminek úgymond, mint amit vár az ember ebben az esetben. Hát úgy igazán először albérletet akkor kezdtünk keresni, amikor Debrecenben voltam egyetemista. Nézegettünk albérleteket, és bizony azért egy-két ilyen elég furcsa albérlettel találkoztunk. Például az egyik nagy kedvencem az volt, hogy 30 ezer plusz rezsi, egy szoba, csak ami ki lesz szabva, és megnéztük, szakadt ágy, betört üvegajtón az üveg, tehát ott valahol lent betört tehát egy nagy repedés ott van rajta. Nincs mikró a lakásban. Megkérdezzük, hogy mennyi lenne a rezsi, akkor azt feleli rá, hogy hát ő ezt nem tudja. Következő kedvencem, az csak telefonon beszéltünk, szobakiadó, megint csak, az egyikben a tulajdonos lakna a barátnőjével, és a másik szobát meg kiadná. Na most, amikor mi felhívtuk őket, hogy mégse az az albérlet, bizony örült neki, amit én nem tudok hova tenni, de mindegy. Aztán mégis találtunk egy végül is, azt mondanám, találtunk egy nagyon jó albérletet Debrecenben. Hát 40 ezer rezsivel együtt, ami volt, és egyébként egyedül laktam benne, de azt mondom, hogy még mindig jobb, mint hogy azt se tudom, hogy mennyit fizetek, azt se tudom, hogy tényleg milyen lakást veszek ki gyakorlatilag, mert mondom még egyszer, van egy-két ilyen furcsa dolog ezekben. Következő, amikor pedig Velencén dolgoztam, és Székesfehérváron, vagy illetve annak a környékén nézegettünk albérleteket. Hát az sajnos eléggé felmentek az albérletárak. Ez 2019 nyarán történt. Ott nézegettük az albérleteket, és azért ott is volt egy-két furcsaság. Például az egyik ilyen kápolnás nyékem, egy idős néni veszi fel a telefont, azt mondja, hogy 70 ezer plusz rezsivel együtt, mondom, ez nagyon jól hangzik, és hogy tűzifa, meg egy kályha, amiben be kell gyújtani. Fú, na mondom, akkor ott kompetsz, tehát az
az biztos nem lesz jó. Következő ilyen kedvencem volt a Gárdony 80 ezer plusz rezsi, kis családi ház, képeken is nagyon-nagyon tetszett, nagyon jó lesz minden. És erre az utolsó pillanatban mondják nekünk, hogy a hirdetőnek a testvére már kiadta valakinek az albérletet. Tehát ez is típoly, hogy utolsó pillanatban szólnak. Na mindegy. Aztán az abszolút kedvenc, az meg Velencén volt, 100 ezer plusz rezsi. De most 100 ezer plusz rezsiért nekem ki akarnak adni egy olyan lakást, hogy konkrétan a falból lógnak a vezetékek, nincs mosogató tálca, nincs ajtó a fürdőszobán, és nincs rendbe rakva az egész. Vagy legalábbis nem igazán éreztük azt, hogy ezt majd rendbe teszik, mire oda mennék lakni. És ami elég nagy macerás dolog, ez meg a számla. Most mivel mondtam, hogy kapok lakhatási támogatást, ezért számla kell nekem. Hát a hirdető 90%-a azt mondja, hogy akkor nem. Azért nem jó, mert ugye, hogy az adózás meg minden. Tehát nem értem azt, hogy albérletet számla nélkül kiadni. És amikor mondom, hogy lakhatási támogatást fogok kapni, ami egy garancia arra, hogy én normálisan fogom fizetni a költségeket, akkor se. Akkor se. Végül is találtunk Székesfehérváron 100 ezer plusz rezsiért, és egyébként egész szépen ellaktam benne, igaz, hogy csak egy évig, de azt mondom, hogy nagyon jó hely volt számomra. És akkor így elmondanám, hogy miket javasolnék, amikor albérleteket néztek. Először is mindig döntsétek el azt magatokba, hogy egy egész lakás az, amire ti vágytok, vagy elegendő egy szoba is. Ez azért nagyon fontos, mert azért árban a kettő az nyilván nem azt mondom, hogy ég és föld a különbség, de azért van egy kis különbség köztük. Most ezt mondjuk eldöntöttétek magatokba, hogy mondjuk egy egész lakást szeretnétek így kivenni. Akkor nyilván nagyon fontos, hogy mondjuk munkahelyhez, egyetemhez, iskolához, bármi, ahogyan nézzük, hogy mondjuk közel legyen. Mondjuk tegyük fel, megvan az is. Vagy közel van a tömegközlekedéshez, még az is egy jó szempont szokott lenni. Akkor, ami utána nagyon fontos, közeket nézegetitek, képek. Na most azért elmondanám nektek, hogy képek azért eléggé csalóka vágyat tudnak kelteni az emberben. Tehát ha mondjuk megláttok ott szép képeket, az nem azt jelenti, hogy az a lakás úgy néz ki. Sajnos tapasztaltunk már ilyet, hogy jól néz ki a képen, de egyébként a valóságban meg nem. Igazán. A képeket mondjuk megnéztétek, aztán az ár. De most, hogy milyen árat tudtok megengedni magatoknak, az tőletek függ. Rezsiköltség tőletek függ. Kaució, hogy mennyi kaució kell, meg minden. Azt ugye nyilván a bérbeadó határozza meg, de mindig gondoljátok végig, hogy ezt ki tudjátok fizetni, vagy nem tudjátok kifizetni, hogy túl sok, vagy megengedhetitek magatoknak, tehát ezt mindig magatokban rendezitek le. Akkor
telefonálás. Na most azt mindig kérdezzétek meg, hogy aktuális-e még a hirdetés. Nagyon sokszor találkozok sajnos olyannal, hogy felhívom, megkérdezem, hogy aktuális-e, hát már 2-3 éve nem aktuális. Azért sose tudtam megérteni, hogy akkor minek van fenn a hirdetés. Értitek? Tehát ha nem aktuális, meg már kivették, meg régen laknak benne, akkor minek? Tehát miért nem tudják onnan leszedni? Akkor következő, ami fontos, hogy legyetek tisztában mindig az összes költséggel. Ha kell fizetni internetet, ha kell fizetni bármilyen más díjat, azt mindig kérdezzétek meg. Mennyi a bérleti díj? Mennyi a közös költség? Mennyi a rezsi? Na most ugye, ha rezsi, akkor két válasz lehetőség lehet. Vagy azt mondják, hogy fixen ennyi, vagy vagy leolvasás alapján. Plusz hozzáadva a közös költséget. Tehát ezeket mindig kérdezzétek meg. Legyetek tisztában, írjátok fel magatoknak, és utána, ha esetleg azt mondjátok, hogy aktuális és jó is lenne, akkor mindig beszéltek meg egy időpontot, hogy megnéznétek. Azért nagyon fontos, hogy lássátok élőben is, mert mint mondtam, ugye, hogy csalóka vágyat tudnak kelteni az internetes képek, illetve akkor legalább látjátok a saját szemetekkel, meg úgy kicsit át tudjátok érezni, hogy na most ott milyen lenne lakni. Na most jó tanács az, hogy az ilyen nem tudom, közvetítői irodák, hát nekem negatív tapasztalataim vannak. Én azt szoktam mondani, hogy megint csak rátok van bízva, de próbáljatok meg olyan oldalakon nézni, ahol magánszemélyek hirdettek. Ugyanis általában az ilyen ingatlan irodáknál van, hogy közvetítői díj, tehát mondjuk, mit tudom én, csak akkor kapod meg az adatokat, hogyha valamennyi díjat befizetsz. És akkor utána már nézhetsz lakásokat. Hát azt kell mondanom, hogy jártam már így, hogy fizettem valamennyi összeget, és akkor egyébként meg nem találtam olyan lakást, meg a beállított paramétereknek nem megfelelő lakás hirdetéseket kezdtek el nekem küldözgetni. Tehát és akkor én azt mondtam, hogy jó, akkor ott vége. Tehát én ezt nem veszem így igénybe. Hát azon kívül meg most az, hogy kell-e számla, nem kell-e számla. Na igen, ezt mindig mondjátok el, hogy most éppen szükségetek van számlára, mert és ez megint egy olyan dolog, hogy megint csak rátok van bízva, hogy most akkor számla kell, vagy nem kell-e számla. Akkor azon kívül meg én nem nagyon szoktam más paramétereket megnézni, tehát amiket így elmondtam, ezek inkább azok, amik úgy érdekelnek, amikor egy albérletet megnézek. És így azt mondanám, hogy hát sajnos az albérlet keresés, ez megint egy elég macerás dolog a mai világban. Hiszen sok furcsa hirdetéssel találkozok, sok furcsa albérletet láttam már, amit ki akarnak adni, irreális áron. Illetve hát nehéz találni egy jó albérletet megfelelő áron, hiszen
egy-két helyen eléggé felmentek az albérletárak. De ennyit szerettem volna nektek elmondani ezzel kapcsolatban, és remélem, hogy tudtam segíteni. Hát várlak majd titeket a következő videókban, ahol ismét elmondom a véleményemet, és így az év vége felé közeledve kívánok mindenkinek nagyon sok boldogságot, és nagyon boldog új évet is majd. Sziasztok!